Sziasztok! Pár gondolatot szeretnék mondani. Az identitásról, illetve a kritikákról, illetve ezekről a mostani napokról. Először is, hogy nagyon fontos az, hogy az identitásunk az a helyén legyen, körülményektől függetlenül, és az identitásunk pedig az, hogy mi nagyon szeretettek vagyunk, és áldottak, és valóban Jézus szeret minket, és jó, ezért jót ad nekünk, és jót készített. És ez az identitás azért fontos, mert a körülmények alakulhatnak úgy, hogy például, ha megnézzük a Józsefnek is az életét, akkor ugye pont azért került sokszor ugye üldözés alá, meg ilyesmi, mert egy igaz és nagyon szeretett ember volt ugye az édesapja által, és ugye tudjuk, hogy József az Jézusnak is az előképe, és ugye Józsefnek tudjuk, hogy az élete az nem úgy alakult, hogy egy teljesen próbák nélkül, meg, tehát hogy mindenben teljesen szuper volt, hanem tudjuk azt Józsefnek az életéből, hogy ugye irigység volt az életében a testvérek részéről, ugye bedobták, ugye kútba dobták, akkor ugye utána tudjuk azt is, hogy utána bekerült egy ellenséges hatalomnak a bázisára, de ott is megáldotta az Úr, de aztán ott is voltak próbák, ugye ott börtönbe került, és így tovább, de végül is nagy győzelem lett, de mindig nagyon fontos, ugye Józsefnél is, hogy amikor benne volt olyan körülmények között, olyan helyzetben, ami nem volt esetleg természetes szinten pozitív, akkor is a szívében ott volt az, hogy ő rajta van az a cifra ruha, és hogy ő, neki az, amit az atya adott, meg az, amit ő látott, hogy az akkor is igaz. És ez nagyon fontos, mert például ott van Pál apostol, ugye, aki börtönbe került például, meg üldözték, és amikor börtönbe is volt, ugye nem egyedül, de ott voltak még katonák is, kalodában volt, akkor is Pál apostol dicsérte az Urat. És gondoljátok el, hogy azért dicsérte az Urat, mert a szívében volt egy kijelentés, hogy ő szeretett. És valóban az ördög azt akarja elbizonytalanítani, hogy megkérdelezni, hogy mi szeretettek vagyunk, áldottak vagyunk, és minden szinten szeret minket az Úr, és jót ad az Úr, és velünk van az Úr. És ezért akarta a sátán Jézusnál is, ugye megkérdelezte, hogy tehát amikor rákérdezett, vagyis hát idézte, ugye, hogy te vagy az én, tehát ott amikor ugye Jézusnak mondta az atya, bocsánat, visszamegyek, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ugye, amikor bemerítkezett Jézus. És ugye ez a kijelentés lényege, hogy mi vagyunk a szeretett fiak, akikben Isten gyönyörködik. És ezt is a sátán meg akarta kérdőjelezni, illetve mindenféle kísértésekkel megtámadta Jézust. És akkor már ki is hagyta, amikor idézte, tehát akkor ezt a szeretett szót, ezt már kihagyta, vagy akiben gyönyörködöm. Tehát magyarán nagyon fontos az identitás, és ezeket a nagyon fontos dolog szerintem, hogy vannak kritikák különböző nézetekkel kapcsolatban. Például van a kegyelem üzenete, ami egyébként nagyon igaz, és nagyon jó a kegyelem üzenete, ugye, hogy kegyelemből, ki nem érdemelt kedvességből tartatunk meg, és mind valamit nem kaptunk volna, és kegyelemből, tehát a kegyelem az azt jelenti, hogy nem cselekedetekből. És ugye ez a törvénykezéssel szokták ellentétbe hozni, hogy vannak olyan helyek, ahol meg törvénykeznek, azaz törvényt, és egy olyan istenképet mutatnak, ami, aki nem a szeretet, hanem igazából egy nagyon... Tehát tudjátok, miről beszélek, ebben nem is szeretnék annyira belemenni. És ahol viszont a kegyelmet hirdetik, ott meg azzal szokták kritizálni, hogy ez meg egy oldalú, hogy jólétről beszél, meg mindig a jóról, hogy nem beszél üldözésről, nem beszél a próbákról, jólét evangéliumot hirdet. Az én személyes véleményem a következő. Mert nagyon sok minden a véleményemmel találkoztam, nézetekkel, veszekednek keresztények. Én azt gondolom, hogy a kegyelem hirdetés... ről, meg a kegyelmes gyülekezetekről. Gondolok itt Joseph Prince, Steve Bunker, és így tovább, hogy fantasztikus üzenetek hangzanak el, akár Joseph Prince-től, akár Steve Bunker gyülekezetben, vagy akár, tehát most nem akarok ebben mélyen belemenni,
arra kell szerintem egyedül vigyázni, hogy az igét azt, tehát hogy ne csak az, tehát az nagyon fontos, hogy abban meggyökeresztetni az embereket, főleg akik törvénykező helyekről jöttek, hogy Jézus szeretete az, ami kegyelemből adatik, és hogy az ember az ne állandóan magát próbálja meg Isten előtt megigazítani, meg ne próbáljon kiérdemelni, meg ilyesmi, mert az nagyon nagy zsákutca, ez nagyon nagy frusztrációba visz. Tehát az nagyon nagy problémát tud okozni. Viszont a másik probléma, hogyha meg nem beszélünk az üldözésről, vagy a problémákról, vagy mindig azt hirdetjük, hogy aki hisz, az mindenben sikeres, akkor az is probléma lehet, mert itt a Földön van, amikor pont azért kerül ki valaki mondjuk egy munkahelyről, mert ő jó ember, és mondjuk a munkatársai meg csalnak, vagy azért nincs olyan anyagi helyzetben, mint egy másik olyan vállalkozó, aki mondjuk hatalmas csalásokat csinál, mert ő nem csinálja meg. Tehát vigyázni kell azzal szerintem, amikor azt mondjuk, hogy ilyen nagy áldás anyagilag, meg a nagy áldás anyagilag, meg izé, mert azért itt a Földön, tehát árnyaltan kell a dolgokat, szerintem mindenképpen meg kell nézni több igét árnyaltan, de az biztos, hogy az fantasztikusan jó, és ezért hálás is vagyok, és ugye Kubinyi Károly, ugye Szövétnek, és így tovább, és tehát fantasztikus az, hogy ezt a hamis ilyen törvénykező ószövetséggel kevert dolgokat, ószövetségi hozzáállást, ezt tisztába tette. Tehát magyarul, hogy ha az ember rajta van egy olyan teher, hogy állandóan az van az emberre téve, hogy te neked kell megfelelni, és mindig meg kell felelni Istennek és a törvénynek, akkor az emberben egy olyan frusztráció lehet, vagy állandóan mondjuk démoncentrikusság van, hogy mindenhol démonokat nézünk, hogy innen jön a démon, onnan jön a démon, felszállsz a buszra, jön a démon, mint ami például az egyik nagy gyülekezetben is, ez nagyon elterjedt volt, hogy ilyen démoncentrikusság, ezek is nagyon problémás dolgok, nagyon problémákat okoznak, tehát tönkre is tehetnek embereket most ténylegesen, és van is erre példa, tehát nagyon fontos, hogy szeretetközpontú olyan identitás legyen az embernek, hogy ő áldott, hogy ő szeretett, és hogy kimond magadra, hogy igen, én áldott vagyok, szeretett vagyok, úgy szeretett Isten engem, hogy egyszülött fiát adta érte, és ne engedd, hogy ez kiénekelje az ördög ilyen keménykedéssel, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát hogy ó, igazából nehogy azt hitt, hogy téged annyira szeret, nehogy azt higgyed, hogy ez rád így vonatkozik, hanem igenis, ez nem ám az van, hogy kegyelem van, és akkor hú, te itt élvezed az életet, hanem fizest ki a nagy árát neki, meg ez nem úgy működik, tehát amikor átteszik a terhet, tehát az a lényeg, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő ige egy gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. És amikor, tehát amellett, hogy az életben vannak kihívások, de az a lényeg, hogy Krisztusra vetni, tehát azt is mondja az ige, hogy minden terheteket Krisztusra vessétek. És aztán van persze egy olyan változata is, mondom, ennek a dolognak, amikor már az az univerzalizmus, meg ilyesmi, amiben most nem mennék bele, de az biztos, hogy ezt is ki lehet forgatni, hogy amikor meg már igazából tényleg azt mondom egy rossz dologra is, hogy jó, tehát azt mondja, hogy az se jó, hogy aki igaznak, aki, tehát az Úrnál az, hogyha te jónak mondod a rosszat, vagy rossznak a jót, az biztos, hogy az probléma, és az nem jó, és az is igaz, hogy Szent Szavnak kell levek jelentéseket adni. A másik téma még, amit szeretnék mondani, hogy a sok gyülekezetnél, vagy nem tudom, tehát én azt érzem, hogy Jézus visszajöveteléről, meg arról, hogy várni kell, és jön vissza, és hogy utolsó idők, erről pedig úgy érzem, hogy sokszor kevés szó esik, vagy már egyeseken nem is esik szó, hanem programokat csinálunk a gyülekezetbe, ilyen program, olyan program, ami egyrészt, tehát természetesen ez nem azt jelenti, hogy tudjuk, hogy jön vissza Jézus, hogy úgy kell élni, hogy az ember az, mondjuk mit tudom, azt hiszem volt, hogy az adventisták annak idején, meg ilyen szekták, azok azt gondolták, hogy ú, most jön Jézus, és akkor mit tudom, kivonultak valahova, meg ilyesmi, tehát, és akkor fizikailag kimentek, és ott várták. Na most nyilván nem hülyeségről beszélek, de viszont az biztos, hogy nem jó, hogyha az egyház az elvilágiasodik, és tényleg ilyen mindenféle programokat csinálunk, meg minden,
de nem Krisztus van a középpontban, nem az ő várása. Tehát, hogy nem e világra kell berendezkedni, hogy szerintem nem ilyen intézményeket kell itt alapítani, meg itt a Földön még előre tervezgetni, most fölveszünk, mit tudom, egy hitelt egy gyülekezeti épületre, meg itt akarunk nagyon berendezkedni. Persze mondom, én nem okoskodni szeretnék ebbe, csak igazából sok időt és energiát el tud venni, és főleg ez veszélyes szerintem, és hát nem csak szerintem, hogyha intézményesül a gyülekezet, és kialakul egy ilyen nagyon kemény intézmény, aminek már ilyen fizetett különböző alkalmazottakkal, meg ingatlanokkal, meg minden, tehát ez lehet egy veszély, és tehát persze józannak kell lenni, tehát a másik meg az, akik pedig egyfajta ilyen, mert be lehet ebbe is olyan módon pörögni, hogy valaki meg már, mit tudom én, tehát voltak ilyen szektás, meg szektás, vagy szekták, hogy az emberek, mit tudom én, mindenüket eladták, és akkor ilyen élelmiszert halmoztak fel, meg ilyen bunkereket, meg szóval józanság, én nem, mindenkit a Szent Szent vezessen, én ebben nem akarok tényleg olyanokat mondani, meg okoskodni, mert nem vagyok én olyan nagy okos, csak ezeket a jelenségeket látom, hogy mind a két végletbe bele lehet menni. Tehát bele lehet menni abba is, hogy irreális fanatizmus, vagy irreális ilyen szektásodás, de a másik végletbe is bele lehet menni, hogy nagyon ilyen, ó, mi már józanok vagyunk, mi racionálisak vagyunk, ó, azt nem úgy kell venni, azt nem kell úgy. És ugyanígy a minden területen a Biblián, tehát akár gyógyulás, démonüzés, vagy bármilyen területén lehet józanul csinálni, igéi módon, Szent Szellem vezetés által, meg lehet mind a két, tehát a lónak ugye két oldalán is le lehet esni. És ugye tényleg Jézus is mondta, hogy őt követni, ez egy keskenyebb út, és nagyon sokféle tanítás van már, meg nagyon sok minden, és sokszor ezek ellent mondanak, meg sokszor veszekednek a keresztények, meg egymást, de szerintem tényleg a lényeg az, hogy tükrát a homályosan látunk, senkinél nincs a teljesség, fogadjuk el a dolgokat egymást, fogadjuk el, hogy valaki esetleg egy jobban rámegy arra, hogy mondjuk többet beszél a szeretetről, valaki esetleg többet beszél esetleg egy másik területről, de mondjuk az is igaz, hogy a legfőbb dolog, tehát ugye a szeretet, mert a Biblia is azt mondja, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor lehetek ezt meg azt csinálhatom, meg tehát akkora hited lehet, mint hogy hegyeket mozgatsz minden, de akkor az nem jó, tehát a szeretetnek kell mindent motiválni, és a szer az tényleg a szeretet, az pedig ugye arról szól, amit mond az ige, hogy aki szeret, az tulajdonképpen, tehát hogy Jézus úgy szeretett minket, hogy az életét odaadta, és azt mondta, hogy mi is így szeressük egymást, és sőt, ugye azt is mondja az ige, hogy az utolsó időkben az embereknek ez egyik csapda, hogy magukat szeretők lesznek, és a hívőknél is látszik, hogy sokszor a hívőt, egyik hívőt abszolút nem érdekli a másik. Tehát, hogyha mondjuk te már ezt hallgatod, és ideig eljutottál, akkor ez is megköszönöm neked, mert ez azt jelenti, hogy van jó esetben, és hiszem, hogy szeretet, hogy esetleg imádkozzál értem, meg kérlek is, hogy imádkozzál értem, mert vannak problémák, munkaproblémák, családban is van édesapám egészségügyi helyzete, meg minden, tehát nagyon kérlek, hogy te is imádkozz, én is imádkozom érte, érted, vegyük fel nyugodtan a kapcsolatot is. És tehát, hogy magukat szeretők lesznek, és azt tettem észre, hogy némely emberrel beszélek, és nem is figyelod, amit mondok, vagy nem érdekli igazából, de viszont neki van valami, akkor rögtön megtalál. Viszont van olyan is, amikor tényleg most például egyik testvér az megáldott egy például egy rollerral, tehát mert ez egy nagyszerű dolog, ez a szeretet, tehát, és ezt köszönöm is ennek a Peti testvérnek, halleluja, az Úr áldja meg ezért. Tehát vannak ilyen jó dolgok, és háladás is nagyon fontos, tehát nagyon fontos, hogy tényleg, mert most nem azt szeretném, hogy most nézzük meg a hibát mindig másokba, hogy jó, ez a testvér engem nem szeret, meg az nem szeret, mert nem jött oda, meg, tehát mert a múltkor is az egyik közösségben az egyik testvérnő elkezdett nekem panaszkodni, hogy ővel nem foglalkoznak, hogy szeretetlen az egyik vezető, mert nem tudom, na most én azt mondom, hogy egy olyan emberről mondta ráadásul, aki meg tényleg nagyon sok ember felé szolgál, nagyon, nagyon szeretetteljesnek látom. Tehát, hogyha valakiben viszont egy ilyen kritikai szemüveg van, hogy a kritikát, tehát, hogy egy sértettség van az emberben, és egy kritikai, akkor meg mindenben meg fogja látni a hibát. És viszont szerintem az Úr biztos, hogy nem azt akarja, hogy ilyen okoskodó, hibakereső, kákanis csomót kereső emberek legyünk. És mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell egy jogos építő kritikákat, de ezt nagyon a Szent Szellembe és szeretetbe kell. Úgyhogy tényleg úton vagyunk, mindenki úton van, és
tényleg ne legyünk maximalisták, meg perfekcionisták sem magunkkal szembe, sem másokkal szembe, én úgy gondolom, de próbáljunk meg figyelni egymásra, próbáljunk meg, de egyébként még van bizonságom tényleg, hogy halleluja, hogy például egyik testvérnő az Évi is, most például van egy, tehát felajánlott egy dolgot, hogy kifizet egy dolgot, meg mit tudom, meghívott, tehát hogy, és akkor, szóval hogy mondjam, tehát vannak nagyon jó bizonságok, és ezért fontos, hogy ne a rosszat nézzük csak, vagy ne arra nézzünk, hanem a jóra nézzünk. Nagyon fontos, háladással, úgyhogy az Úr áldjon meg gazdagon, és tényleg az Úr öröme a mi erősségünk, és nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van, és amit az Úr elkezdett, az be is fejezi Krisztus napjáig, úgyhogy ne féljünk, csak higgyünk, az Úr áldjon meg, amen.